Sziasztok, Bisz vagyok, és folytatódik a Far Cry 4, mint ahogy meg is ígértem nektek. És megcsináltam közbe azt a pár darab konvoj megvédést, amely szükségeltetett ehhez a Predator fegyverhez, úgyhogy meg is veszem. Úgy néz ki, mint az R M700-asom. Na jó, kipróbálom, oké? Miért ne vegyem meg? Úgyhogy meg is veszem. És rárakom az R700-asra, ami itt van. Mindig keverem az R700-as meg M700-ast, ugyanaz a kettő, csak ebbe a játékban máshogy van. Na, és ki is fogjuk ezt a... Wow, nem, ez nem is... Ez nem, ez máshogy néz ki ez a fegyver. Na, király, és ezzel tudok zoomolni is. Halleluja! Úgyhogy ki is próbáljuk ezt szépen. Méghozzá ennél a küldetésnél, amelyet be is jelöltem. Ez egy főszálnak, igazából főszál, csak nem egy tipikus Golden Pass-os misszió lesz, úgyhogy ide most szépen elutazunk. Közben itt van egy karma challenge, ne lőj rám! Ne lőj rám! Ne lőj rám! Jó. Hát ez kész. Nem tudom úgy meglőni a csávót, hogy nekem ne legyen bajom. Na, meghalt. Igazért őt is elütöm. Így né. Na, végeztünk a mókával. Jó, nem akartam öngyilkos lenni, és ezzel a Tumbrerrel, ha közelre lövök, az nem kellemes, higgyétek el. Hopp, egy fa. Hopp, egy fa. Még 600 méter, és ott is vagyunk. Közben látok ott egy maszkot. Oldalt, balra, de most engem nem érdekel. Ezt szépen megelőzzük, balról előzni tilos, de mégiscsak onnan előztem. Mindegy. Nem érdekes. Hopsz, szikla. Hú, itt egy konvoj, azt viszont elpusztítjuk, mert viszonylag sok karma XP-t kapunk tőle. Hú, ez nem repül túl messzire. Na jó, ezt inkább előbb-utól kéne érnem. Hú, ott van más autó is. Akkor ezt is felrobbantjuk. A hülye civilek itt voltak. Menj már innen! Komolyan mondom. Hát menj már innen! Helyre kell hoznom azt a karma minuszt, amelyet miattatok szenvedtem el. Aj, és ott van másik karma event. Na jó, akkor azt csinálom meg. Na, hol van az a járgány? Ott van. Utolérem vajon? Nem hiszem. Főleg, ha így kanyarodik a kocsi. Tök random. Észrevettek? Ne, megint civilek vannak ott. De legalább nem én ütöttem el őket, hanem ők. Jó, nem érdekelnek, tehát... Ez most már kész. Rakétavetővel utolérhetném őket, de nincsen. Csak ilyen gránátvetőm. De bekanyarodunk, itt ég már minden, aminek égnie kell. Mi van itt amúgy, gyerekek? Parti? Parti hár? Jó van. Közben itt vannak a szarvasok is. Meg egy civil. Na, mindjárt odaérünk. Na, ide is értünk ehhez a küldetéshez, el is fogom fogadni. Remélhetőleg nem fog hosszan beszélni. Közben egy új helységet fedeztünk fel, de király! Ujjjjj, ott egy oroszlán. Igen, az egy oroszlán. Oroszlán? Jó, okos vagy. Tigris? Szinte egyforma. Nagyon nem, a tigrisek nagyon ritka állatok már, sajnos. Nagyon szomorú. De ez az igazság. Az egy medve. Az pedig... Tapír. Na, el is fogadtuk a küldetést. Ú, 500 méter, az kicsit messze van. Nincs valami más. Most megyünk a reptérre! Ez de király, akkor innen megyek a reptérre.
megnézzük, hogy mit tehetünk a reptéren. No, nagyon izgatott vagyok, én már azt előzőleg felfedeztem azt a repteret, már el is gondoltam, hogy hogy fogom a... megcsinálni a küldetést, itt van ez a helikopter, ezzel oda megyek, cíjjel csapok ott közöttük. Ez van. Ez velem vannak? Azok velem vannak. Szépen helikopterrel odaszárnyalunk. Múltkor így repülök helikopterrel, és beleim repül egy sas, és megöltem. megyek, és BAM! Ezt a tábort már felfedeztem. Azt hiszem épp, hogy fel kell a nap, vagy megy le, nem tudom sohasem eldönteni. Ó, és meg is érkeztünk, itt leszállunk, hogy ne vegyenek minket észre, és ki fogom takarítani a repteret, de király lesz. Tehát, sznájpereket ki kell szednem, milyen jó, hogy... sikerült beszereznem pont most egy snipert, és így ki tudom próbálni. Azt bejelöltük. Valahol ott is kell lennie egy csávónak, de nincs ott senki. De ott van. Nem. Az ott egy sniper, azt ki kell szednem. Ott van még egy sniper, azt is ki kell szednem. És tudok zoomolni, ami tök király. Úgyhogy meg is próbálom kiszedni egy headshot. Illetve... azt is. Headshot. Kettő kiszedve. Nincs itt más valaki? De ott van, nézd meg. Jó. Valahogy föl kéne mászni a hegyre. Na, sikerül? És sikerült is. Itt nincsenek ellenfelek. Oké. Okay. Közben valami száll le, de nem látom. Ott is egy sniper. Egy lövéssel megoldjuk a problémáját. Fogtömést kapott. Ennél olcsóban úgyse oldhatná meg a dolgokat. Tudom, pihent vagyok. Ott van még egy sniper. Akkor azt is kiszedjük. Nagyon király ez a sniper. Már megérte megvennem. Ne vegyél észre, ne vegyél észre. Jó. Sikerült. Kicsit elbénáztam a végén. De ki van szedve a sniper, senki nem vett észre. Még ha észre is akarnak venni. El kell érnem a Control Tower-t. Szépen váltunk... váltunk ilyenre. Tudom, nem szabad... nem szabad... hogy észrevegyenek. Egy lövés. Két lövés. Remélem nem fognak észrevenni. Ott a commander. Közben a szirénát kiiktatom. Még két darab sziréna található a pályán. Ide följött valaki? Nem? Jó, akkor mehetünk tovább. Közben újra töltöm a újdonsült sniperemet, és ott nincs senki. Ott egy csávó, őt is bejelöljük. Szerintem akkor innen, ahol kitakarítottam már ezt a két csávót, megközelítem a irányító tornyot. Itt szépen lecsúszok a hegy oldalon, vagy domb oldalon. És megyünk is tovább, silenceres fegyvereket elő. Fő a biztonság. Nincs senki. Jó, gyorsan végigfutok, hát ha nincs itt senki, reménykedem benne legalábbis. Általában amikor azt kéri tőlünk a játék, hogy igenis, lopakodj, ne vegyenek észre, akkor általában nagyon megsegítik a
az életedet azzal, hogy csak két embert kell kiszedni, utána meg szabad az út, mert a lopakodás, vagy hogy úgy tisztítod ki az ellenfelet, hogy durbere mindenkit szétlősz, és nem zavar, hogy észrevegyenek, ezek opciók. De ha azt kírja a játék tőled, hogy igenis most lopakodj, akkor nagyon is megkönnyíti az életedet azzal, hogy két embert kellett kiszednem, és egy új sniper van itt. Gondolom föl kell, hogy vegyem. Mire vegyem föl erre, mondjuk? Ne dobd el messzire azért. Na, itt vagyok. Oké. Jó, most megint beléjelöljük őket. Négyessel elrakom, de nem lehet. Got the goods right here, just like you asked for. Change of plans. What's that now? I said change of plans. Yuma wants me to bring you in. You kidding me? You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Let's try to work something out, okay? There's nothing to work out here, buddy. Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this. Are you familiar with Reaganomics? It was a sound policy that ensured the fiscal future of the United States. Yuma said to bring you in, but she didn't say I had to bring you in alive. Meddig várjak? Eddig. Nagyon durvákat lő ez a cucc. Hú, sebzik. Kisebzi őt. Ájjaj, nem talált. Headshot. Érdekes ez a fegyver. Nem is oda célzok szerintem, na mindegy. Közben ott alulról is jönnek. Hopsz. Jó, jövök, segítek. Hátulról. Hát ez érdekes volt, nem is vett észre a csávó. Gyerünk, behatolás. Jó az a sniper, elég durva. Segítek, segítek. Tessék. Ennyi. Újra töltés. Na. Ki van még itt? Az a csávó ott van. Meg ott is van egy csávó. Jaj, hogy fölülről jönnek! Hújúj! Gyorsan segítsünk Willisnek! Jövök, 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 jövök! Hogy elrepült a fegyvere! Hú, nagyon durva ez a cucc! Na még egy valaki van hátra! Na, 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 na! Durva ez a sniper azért. Na, helikopter. Jó. Még egy helikopter. Rakéta! Rakéta! Hát ezt nem hiszem el. Na, most jön a helikopter. Jó, sikerült kiszedni.
Most jönnek a... Júj! Menekülés! Menekülés! Mortálosokat ki kell szednem. Jó, legalább engem lőnek. Nem Willis sebzik, sőt, már őt nem is kell védenem. Vigyázzon magára. Boom, headshot! Ez így nem jó ez a sniper, túl lassú. Nem szeretem a lassú snipereket. Na hol vagy? Közben lőlám a sniper. Szedjük ki őt. Hol vagy? Itt vagy. Na, van még valaki? Jó, oda kell mennem. Közben itt van pár gyémántos láda, azt kinyitjuk. És itt is van a csóka. Na, ügyes voltam. 25 years and I still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. I don't smell anything. Point keeping up with that facade anymore. So who are you? Now look at you. American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag I had to babysit at my last stop. You're both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star-Spangled Banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? The one in the plane that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Megyünk repülni. Az király. Annyira nem lesz király. Gondolom nem kell lelőni. Yeah! És utal is értük. Szavasz! Haha! Hogy bedobtam? Hát basszus, kézilabdáznom kéne, ezért ez durva. És most ejtőernyőzünk szépen lefele. Közben megnézem az új snipert. Ez is forgótolózáras. Gondolom ez a JN90. Vagy JNG. Nem tudom. A nevét. Hoppá, és én ide le is fogok szállni. Yeah! What the hell? AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Miért forgok? Miért forgok? Kis bug, ismét csak. Én ide szépen lemegyek. Wow, egy kis kokó! What's the job? I'm here to bring down pagan men in Yuma. Something the locals can't seem to pull off. Hol van itt a gyémántos láda? Itt van egy cetli. Oké, meg valahol itt kell lenni a gyémántos ládának. Itt is van. Na, tök jó kis föld alatti barlangot találtam.
I gotta hit the crapper. Pardon my French. I want to see you bleed deeper together, man. Christ, just a freaking hole in the ground. Na, kiszedtük. Kész is. A Karma Challenge. Én is szeretnék veled beszélni, mert adsz pénzt. Köszi! Na! El is intéztük a dolgainkat. Szépen ezt a snipert lecserélem valami normális fegyverre, mert már van sniperem. Méghozzá nem is akármilyen, úgyhogy ide szépen betolatok ebbe a házba. És lecserélem a fegyveremet. Igen, Z93, akkor nem a ENG. Nekem az a Warrior kéne, méghozzá erre a nyomi sniperre, ami nekem van sokkal jobb. Plusz amót is kell, hogy magunkhoz vegyünk. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Far Cry 4 folytatódik természetesen holnap, de mára ennyi. Sziasztok!